a társadalmon keresztül a Teremtőhöz. Amikor mi azt mondjuk, hogy nekem a közösséget vagy a másokat át kell fordítsam, hogy fontosabbnak legyenek, mint magam, akkor ez azt jelenti, hogy nekem magasra kell értékelnem ugyanazokat a dolgokat, amit ők magasra értékelnek, vagy ez abban az értelemben történik, hogy ők fontosabbak számomra, tehát akkor átadom nekik a kenyeret, mielőtt én megenném. Egyik sem, mondja rövid, igazából egyik sem. Valójában mi nem tudjuk, hogy mit jelent az, hogy adakozás érdekében. Nekem mindig azt mondják, hogy adjál, adakozzál, olvadj össze többiekkel, válaszd a többieket, magasra értékeld a csoportot, és így tovább. De ezek leblokkoltak, ezek rejtve vannak, ezek nagyon ködösek, mint a Teremtő. Ugyanaz, mivel a Teremtő az adakozás tulajdonsága, én nem tudom mi az, én nem tudom mit jelent az, hogy feltétel nélkül adakozni szeretni. Azt mondják, csoport, olvadj össze a csoporttal, ott akkor magadba szívod a spirituális erőt, én nem tudom, hogy mi ez. Számomra egyszerűen, mint hogy a barát el van rejtve, számomra a Teremtő ugyancsak el van rejtve. Amit úgy nevezünk, hogy a kifejezés, hogy a barát. Nem csak egy biológiai test, egy fizikai test, mivel ez az adakozás tulajdonsága, ugyanúgy, mint a Teremtő. Ez szó szerint a spiritualitás, ez ami rajtam kívülben látszólag, és ez úgy tűnik nekem, hogy létezik ebben a fizikai, korporális burkolatban, hogy valami teste van a barátnak, de ez nem így van. Ez valami spirituális, ami azáltal, hogy helyesen viszonyulok hozzájuk, hogy össze akarok kapcsolódni velük egy bizonyos módon, az irigységemmel, hogy irányítani akarom őket, vagy tisztelni akarom, vagy le akarom nullázni magam feléjük, vagy ők irányítanak engem, mindenféle különböző módokon. Én elsősorban együtt tanulok velük, és együtt terjesztek velük, ugye ez a fizikai cselekedetünk velük, tehát felhasználom ezt a két eszközt, a tanulást és a terjesztést, felhasználom ezeket az eszközöket, én elérek egy ragyogást a közösségen keresztül, még akkor is, hogyha ők nem rendelkeznek egyel, én rajtuk keresztül felébresztem a körbevevő fényt magam. Még akkor is, hogyha ők ezt nem tudják. A körbevevő fény nem jön rám közvetlenül, hogy én és a Teremtő, vagy én és a spirituális világ. Ilyen nincs, én nekem nincs közvetlen kapcsolatom. Mivel én felfedezem a spirituális világot, a Teremtőt a közösségen belül, abban a kollektívában, a kollektív edényben. Tehát ebben az következik, hogy csak is azon keresztül, ezen a lelkek gyűjteményen keresztül, hogyha én összeolvadok velük, ez az, ahol megtalálom a spirituális világot és a Teremtőt, ez az egyetlen edény, amit a Teremtő megteremtett, a lelkek gyűjteményét, amit úgy nevezünk, hogy Ádám, az Ádám rendszere, ahonnan valami fény rám ragyog, és akkor ez elkezdi megmutatni nekem, hogy ezen a közösségen belül létezik egy forrás, ahonnan az ragyog, egy erőforrás, egy fényforrás, és nem a biológiai testek, hanem ez egy spirituális kapcsolat, egy hálózat, amiről ők maguk nem is tudnak, és ez a lelkek között van. És ebben a kapcsolatban a lelkek között ott létezik a fény. Ennek a kapcsolatnak az eredményeképpen az az erő, amit úgy nevezünk, hogy a Teremtő, az ott van, ott rejtezik, és akkor én elkezdem megérteni, hogy mit jelent az, hogy környezet. Hogy amikor a mértékben én belevonzódok, beleolvadok, már vonzódok fele annak a hatásnak a eredményeképpen, amit érzek, akár önző módon is, akkor én elkezdek ugyancsak kifejleszteni egy helyes attitűdöt az adakozás felé ezen keresztül, mivel a fény az rám ragyog, a fény elkezd megváltoztatni engem új részleteket, új ízeket, benyomásokat adva, hogy ne úgy forduljak hozzájuk, mint egy felhasználó, hogy akarok valamit tőlük, hanem hogy egy adakozó, egy nyújtó, én nyújtok nekik, én adok nekik. Ez az, amit a fény tesz velem. Ez az, amit úgy nevezünk, hogy egy gyógymód, vagy csoda, vagy ez a zegula, amit hallunk. Az Exodus Egyiptomból. Mi az Exodus? Mi a kimenekülés? Én kilépek magamból, és csak a többiekhez akarok viszonyulni. Be akarok olvadni abban a belsőségben, amit felfedezek a közösségben, a lelkek gyűjteményében. Én érzem, hogy ez az, ahol a Teremtő van, ez az, ahol a fény van. De ameddig ez meg nem történik a személlyel, ez ugye hosszú időbe telik, ez nagyon hosszú időbe telik, amíg ezt elengedjük magunkat. Ez az, ahol csak a türelem
nem segít minket, a türelem, kitartás, napi program, mekkora mértékben elkötelezem magam egyre inkább, rá kényszerítem magam, hogy belépjek, részt vegyek, lenullázzam magam a többieket, beolvadjak, kövessem őket, a tanárt, a módszert, a könyveket elfogadom. Ez az, ahogy ez működik. Minden írva van, minden írva van. Ez a megvalósítása a valódi szabad választásunknak.